Az ünnepi eseményt megelőző percekben az intézmény aulájában elhelyezett kivetítőn a végzősök fotói mellett az általuk elért nemzetközi, országos és megyei helyezéseket, a megszerzett nyelvvizsgákat, a tanulmányi és sportsikereket ismertették az ünnepségen résztvevő szülőknek, rokonoknak, hozzátartozóknak. A himnusz elhangzása után Török Virág ismertette a műsormenetét, majd Koncsol Laura szavalt el Jobbágy Károly Virágszál című versét. Az oktatási intézményben maradó 11-eseknek nevében Dudás Evelin köszönt el a maturálóktól. A diákbeszédében szólt arról, hogy most irigykedve néznek a végzősökre, azonban a következő esztendőben már ők lesznek a ballagó diákok, ők állnak majd könnyes szemmel az iskola aulájában, hogy könnyes szemmel búcsút inthessenek a középiskolás éveknek. Dudás Evelin reményét fejezte ki, hogy a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium szellemiségéhez méltóan boldogulnak majd az életben, és az itt megszerzett tudást kamatoztatják. A búcsúztató gondolatok után Illési Márton szavalta el Vas Albert Hagyaték című prózáját, majd anyák napja alkalmából Kanyog Bence egy verssel köszönte meg a szeretetet az édesanyáknak. Vas Albert prózája után Varga Kristóf és Olexa Zsolt a Kell még egy szó című dalt adta elő. A maturálók nevében Kis Viktória köszönt el a Bocska István Katolikus Gimnáziumtól, pedagógusoktól és a diáktársaktól. A 12-es diák a Szerencsi Középiskolás éveket az élet egyik legszebb, legérdekesebb híthoz hasonlította, amely átvezet a gyermekkorból a felnőtt korba, vagyis a felelősségbe. A maturáló ehhez hozzátette, hogy a híd végén a fiatalokat döntések várják, jó választás esetén egy álom válhat valóra. A búcsú gondolatokban az is elhangzott, hogy a gimnázium volt az az intézmény, amely megtanította a tanulókat tűrni, elviselni a fájdalmas perceket. A végzős diák köszönetet mondott a tanároknak, akik segítették őket, és áldozatos munkával átadták diákjaiknak a fontos ismereteket. Kis Viktória köszönetet mondott a szülőknek a támogatásért, a szeretetért, amely nélkül elképzelhetetlen lett volna katolikus gimnáziumban eltöltött évek. Kis Viktória útra való gondolatai után a zászlók átadása átvétele következett, majd a diákok felkötötték a lobogókra az idézeteket tartalmazó szalagokat. Ezt követően az igazgató búcsúzott el a ballagó diákoktól. Gál András szólt arról, hogy a gimnázium életében is vannak visszatérő események, ünnepi pillanatok, melyek közül a legfelemelőbb pillanat a ballagás, amely lezárja a középiskolás éveket. Az igazgató kiemelte, hogy a nemzetközi, országos és megyei versenyeken elért sikerek azt is bizonyítják, hogy hasznos volt a Bocskaiban eltöltött 4, illetve 6 esztendő. Gál András ehhez hozzátette, hogy ezek a sikeres versenyeredmények a középiskolában végzett, kiváló oktató-nevelő munka eredménye volt, az, hogy nincsenek beiskolázási gondjai a Bocskainak. A felsőoktatási intézményben továbbtanuló diákok száma meghaladja 80%-ot. Gál András szólt arról, hogy a közös munka véget ért, azonban bízik abban, hogy a gyerekek megállják a helyüket ebben a bonyolult világban, és meg tudják valósítani álmaikat.
A 4, illetve 6 éven át a második otthonként szolgáló Bocska István Katolikus Gimnázium nevében kívánta az igazgató, hogy az itt megszerzett tudás és tartás elegendő alap legyen ahhoz, hogy a diákok megállják a helyüket az élet iskolájában, hogy megvalósítsák álmaikat, és Magyarország értékes polgáraiként boldoguljanak. Kocsis Kitti adta elő Demjén Ferenc Felnőtt gyermek című dalát, melyet búcsúzóul együtt énekeltek a végzős bocskaisták. Berohantak az évek, az idő elhagy, bámuló szemmel, újra nyíló szívvel járt mindent át, mit az élet kínált neked. És eljöhet egyszer, hogy azt hiszed, mert őszhajú lettél, öregebb szíved, pedig most érzed, gyermek lett a lelked, és szállnál még, ahol még szebb az ég neked. Azt mondom, játszunk tovább, újra álmodjunk már, mint a felnőtt gyermeket. Még tiszta a szív, és ha valamíg hív, kell, hogy újra ott legyek, ott voltam én. A ballagók a közös ének után elindultak az intézmény aulájából, búcsúzva középiskolás évektől, a Szerencsi Bocska István gimnáziumtól.